Kunsági El Classicóval köszöntöm a kedves tévénézőket, innen kisújszállásról a Polcsármi Lajos sportelepről. Almai Mártont hallják, a megyei labdarúgó bajnokság 29. fordulójának csúcsrangadója következik itt a Karcag Televízió képernyőjén a következő szűk két órában. Szeretett csapatunk a Karcag ISM, talán a bajnokság legnagyobb rangadóját játsza kisújszálláson az ősi rivális szomszédvár csapata ellen, kisújszállás ellen. Mindkét együttesnek égető szüksége van a pontokra. Természetesen, ahogy azt már az elmúlt hetekben megszokattuk a karcagi rangadók esetében, mindkét oldal különböző okokból gyűjtögeti az egységeket. A mieink egy kisebb fajta csodával még akár odaérhetnek a bronzéremre. Ez mind a két hátralevő meccsünket meg kell nyerni a bajnokságban, és mégis sincs a mi kezünkben a saját sorsunk. A kisújszállás pedig utolsó előtti a bajnokságban. Pintér László együttese foggal körömmel küzd a bennmaradásért, amelyhez hát legalább 4 pontot kellene gyűjteni a hátralévő két meccsen, de lehet, hogy az sem elég. Jelen pillanatban pont egyenlőséggel, kevesebb győzelmükkel állnak kieső helyen. Kungsen Mártonnal vívnak áldás csatát, de a sereghajtó 2 ponttal mögöttük lemaradó Gunhegyes csapata is beleszólhat még a hátsó helyezésekbe. Nagyon nehéz a sorsolása a kisújszállásnak, ugyanis pehjükre az utolsó 4 fordulóban játszanak a bajnokság első 4-5 helyezettje ellen, a 4 nagy ellen. Azonban meglepően jól startoltak ebben a sorozatban. Szajolt itt, ezen a pályán 2-0-ra verték, a múlt fordulóban pedig Tiszafüred csapata ellen idegenben szereztek egy nagyon értékes 1-1-es döntetlent. A tavalyi bajnok ráadásul nem is tudta megverni a bajnokságban kisújszállást. Mind a két mérkőzés döntetlen lett a bajnokságban. A mieink már közel sincsenek ilyen jó szériában. Orosz István együttese az elmúlt 5 mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, 3 döntetlen és 1 vereség mellett. Ráadásul az utolsó 3 mérkőzésünk egyikét sem hagytuk el győztesen. Múlt héten Jászfényszorú ellen, akik szintén a kiesés elől menekülnek, a liget úton szereztünk 2-2-es döntetlent úgy, hogy a félidőben 2-0-ra még ellenfelünk vezetett. Az biztos, hogy ma is meg kell feszülni a pályán. A kisújszállás mindenre szánt, az utolsó szalmaszába kapaszkodik a mai mérkőzésen Tisztafehérben pályára lépő hazai együttes. A mieink pedig, hogyha szeretnének még odaérni a dobogóra, akkor innen is 3 ponttal kell távozni. Mi fogjuk majd megkezdeni a meccset. Kis Attila játékvezető azonban eddig nem, csak majd most fogja elindítani a labdát. Egyelőre a karcagi kispad környékén van valamiféle probléma. Az, hogy több játékosunk is meccsszerelésben van, valami megkülönböztetőt kell magukra kapjanak. Kormos Bárnabás asszisztens jelzésére ez megtörtént. Úgyhogy szőke és szívós passzából ástartol a legnagyobb kunsági rangadó. Orosz! Balog! Tavaly is megcsapta a kiesés szelem a kisújszállás csapatát, akkor utolsó helyen teleltek végül egy parád és tavasszal 8. futottak be. Hát ebben az idei szezonban ez elmarad, azt tegyük hozzá, hogy most nem álltak olyan rosszul féltávnál. A 12. helyen fordult a csapat.
A tavasz egyelőre nem sikerül úgy kisújszálláson, ahogy azt eltervezték. Mindössze 10 pontot zsebeltek be az U16-os csapat. 3 létszámhiányos pályára lépése miatt pedig egy büntető pont is a csapat neve mellett, amely igen sokba kerülhet még nekik a végelszámolásnál. Bukowski szöglete remekül kanyarodik. Szőke nem tud kapura fejelni, Varga azonban visszakanalazza. Láng pedig kiengedi, jöhet majd a mérkőzés első kirúgása. Láng szereplése igen csak sajátosan kisújszállási csapatban. Az előző bajnokságban, a tök utolsó zárófordulóban játszottunk, és itt és akkor a bajnoki ezüstéremért harcoltunk. Már a döntetlen is elég volt. 1-1-jel záródott az a találkozó. És hát akkor Lángot Berta Seres, valamint Kui mellett elbúcsúztatták a kisújszállásiak, a szurkolók is, hiszen úgy volt, hogy visszavonul a rutinos kapus. Ennek ellenére idén is besegít a csapatnak. Ez a 12. mérkőzése a szezonban. Zsinórban ez a 4. találkozó, hogy ott van a keretben. 3 kapus is őrizte egyébként a kisújai kaput már a bajnokságban. Ő az egyetlen egyébként az említett 4-esből, aki mégiscsak visszatért. Az a tavalyi 1-1 itt karcagi oldalon is sok utolsó pályára lépést eredményezett. Nálunk akkor véglegelt le Kovács László, Szent Annai, Szívós Gyula, Székely, Nagy Roland, Domokos testvérek, valamint Szőke Norbert is. Norbi ma viszont már újra a karcagi csapat kötelékébe tartozik. Orosz István a múlt forduló után erősítette meg azt, hogy bizony most, hogy már az egyetemi tanulmányi vizsgaidőszakhoz értek, most már Szőke Norbi is újra a karcagi csapat erőssége lehet. Nálunk 2 fontos hiányzó, hogyha azt a Balog Józsefet nem számoljuk, aki az utóbbi hetekben már nem csapattag. Kovács Csaba, valamint Kupai Krisztián azok, akik bizony erőteljesen hiányozhatnak az összeállításnál. Ennek ellenére azért Orosz István régen látott hosszú kispadot nevezett a meccsre. 5 cserejátékosunk is bevethető. Hazai oldalon 10 sárgával Ladányi hiányzik, azért az ő rutinja is mindenképp egy olyan dolog, amely a kiesés elleni arcban kulcsfontosságú lehet. Az utolsó fordulóban azonban még ő is bizonyíthat majd. Törökszent Miklósra látogat a kisújszállás. Az sem ígérkezik egy könnyű meccsnek, pláne úgy, hogy ha jól alakulnak a dolgok, akkor a Törökszent Miklós még könnyen lehet, hogy a bajnoki aranyéremért lép majd akkor pályára. Muszáj lenne itt ma pontokat szerezni a hazai együttesnek. Karcagi dobás, kisről ment ki a labda. Kupai. Nem Krisztián, Dániel. Az ő pályán létével jobb hátvédünk Kocsis került át a baloldali pozícióba, hamar pedig a kispadra. Örömteli, hogy szép számú nézősereg kísért el a karcagiakat is a rangadóra. Hát azért állhat bárhol a két csapat a tabellán. A szurkolóknak mégiscsak a kisúj elleni meccs lesz a meccs a szezonban, és hogyha ezt nyeri a csapat, akkor olyan nagyon nagy gond nincsen. Orosz fejeli ki. Bedobással jöhetnek majd a kisújszállásiak. Pintér megy elvégezni. A csapat vezetőedzője és egyben játékosa. Kozákot választja. Bádár a legutóbbi fordulóban korán le kellett cserélni. Nem kell hosszabb időt kiadni. A jó a cseh Kocsis mellett. Most a beadás, az sem rossz, jön a Gócs, és elpaskolja. Igen, veszélyes volt. Kovács Máté beadása okozott kisebb angodalmat, ráadásul ketten is ott tornyosodtak középen. Jó ütemben jött ki a Gócs a kapujából.
sokszor megkapja szurkolóktól, hogy bizonytalan. Ennek ellenére óriási bravúrokra képes kapus. Emlékezhetünk a Jászfényszorú elleni mérkőzésen 2-2-es állásnál. Ekkor az Itzert hárított. Szívós. Kupai. Jó az összjáték, és ez a passz is Szőke elől azonban elpattan. Szőke a legeredményesebb karcagi játékos a tavasszal. 5-ször köszönt be. Házi góllövő listán azonban csak a harmadik helyen áll. Összesen 8 találata van. Ma is tőle várnánk, illetve Bukovszkitól elsősorban a gólokat. De hát ott van Erdei Tibi is. Szerencsére tavaszra ő is azért megtalálta a góllövő cipellőt. 4-et rugott az elmúlt 13 körben. Pádár. Szépen vissza. Úgy néz ki, hogy a mai alkalommal is Pintér László lesz az, aki majd elvégzi pontrugásokat. Nem bízza a társakra. Tavaly az a csodás föltámadás, amelyet tavasszal produkáltak. 7 győzelem, 5 döntetlen és 2 vereség állt a csapat neve mellett. 10 pontról 36-ra jöttek föl. Akkor a kis újjak. Lajtos László azt mondta akkor, hogy bizony Pintér László játékos edzői ténykedésének van ebben nagy szerepe, illetve annak, hogy volt télen egy remek igazolásuk Kelemen Lajos személyében, akit a karcagi szurkolók is ismeretnek, hiszen karcagi játékos, karcagi nevelés. Pesti. Kis. Az már akár lövés is lehet, megsújtja a kapu fölé. Életerős. Jó kísérlet volt a találkozó 7. percében. Ennyi idő alatt is látszik a kis újszállási csapat szándéka. Meg kell nyerni a meccset. Szoros volt az összecsapás Karcagon is az ősszel. 3-2-re győztünk. Oda kell tehát figyelni. Remek csel. Német lő! A Gúcs másodjára. Német Erik az egyetlen téli igazolása a kis újszállási csapatnak. Karcagról érkezett. Karcagon nem kapta meg azt a játék lehetőséget a fiatal német, amire vágyott volna. De ez a 17 esztendős játékos. A Rákóczi-Falva elleni meccsen egyébként kiállították 2 sárga lappal már kis újszállási pályafutása során. Pesti. Jó beadás. Elmegy német feje fölött. Nyúzzák egymást a karcagi 16-oson belül. Kovács szedi össze a labdát. Kicsit esetlen a karcagi csapat egyelőre. A kis újszállásiak dominálnak. És mintha ráöltetnék akaratukat a vendégekre. A pálya minősége nem a legjobb. Ez inkább a hazaiaknak kedvezhet majd, akik ehhez vannak hozzászokva. A pálya közepén több helyen is ki van kopva a fű. Kovács! Elakadt Kocsis térdében. Ő pedig jobb külsővel szerette volna. Csak spiccel találta el. Kozák, a csapatkapitány. Kérdés, melyik együttes bírja majd tovább? Igen, nagy meleg van. Fizikailag is egy igen megterhelő mérkőzés lehet ez. És hát azért, hogyha hosszú ideig ilyen ütemben tud játszani a kis újszállás, az azért mindkét csapatnak a védekezőnek is komoly erejét jelentheti, és komoly erejét elveheti a hajrára. Pesti készül elvégezni a szabadrugást. Házi gólkirály 16 találata van a szezonban. Őre nagyon oda kell figyelni, ezt is kapura küldi. Agut szépen lépett oda, nem volt azért ez olyan veszélyes.
biztos kézzel hárított a Gúcs, aztán a kirúgás már lángnál köt ki. Szőke szépen áll bele. A kanalazás sem rossz, Bukowski szedi össze a szabad labdát a félpályán. Elfejelik előle, Hudu volt a helyén. Erdei tovább pöcköli Vargának. A partvonal állítja meg Varga Zoltánt. Bukowskival egyeztet Varga. Van rá ideje, Kozák még nem végezte el a bedobást. Német fejét keresi, sikerült tovább csúsztatni. Nyert magának jó néhány métert. Kocsis lábáról nagy tel a játékszer a pályát. Megint Kocsis. Jász Fészorú ellen a mérkőzés legjobbja volt. Nagyon hasznosan játszott. Ma is ezt várnánk tőle. Kupai. Nem volt Lesener, de ide nem jut el hozzá a labda. Ez pedig benn van még. Most eljut hozzá. Most Lesen van. Nem sokon múlt. Azért egy jó fél méterrel a védő mögött helyezkedett Erdei Tibor. Jelenleg az ötödik helyen állunk. Pont egyenlőséggel a negyedik Turkevével. De még Jászárok szállás is beleszólt a negyedik, sőt akár a harmadik hely sorsába is. A Szajol előnye azonban két forduló vége előtt elég megnyugtató. Pintér! Megint egy lövőhelyzet, megint egy nagy lövés és egy hatalmas védés Agócstól. Német Tamás bombája után. Lövőked van, önbizalom van. Az eddig eltelt szűk negyed óra alapján megkérdezhetnénk, hogy miért áll kieső helyen ez a kisújszállás, ha így tudnak futballozni. Nagyon érdekes eredmények jönnek kisújnak. Olyan meccseket veszítenek el, amit elvileg nyerni kéne, de képesek hatalmas kalpokra. Itt például Turkevét 4-1-re győzték le. Tehát, ahogy mondtam, Szajol és Tiszafüred is megfricskázásra került. Mégis csak 22 pontjuk van. Most kanyarodik a szöglet, jön a Gócs. Mozgalmas meccse lesz, hogyha így haladnak az események. Eddig jól állja a sarat, megint jönnie kell, és testtel Kelemen elől. Gond van, ha ez most egy olyan sport lenne, amiben időt lehet kérni, Alasz István alig, ha nem megtenné. Akadozik a karcagi gépezet, érik a kisújszállási gól. Nem tudja elsodorni Szőke. Ezek szerint kéz volt, visszafújta a játékvezető a szabad rúgást. Kelemen! Kupai középre fejeli, Szívós összeszedi, aztán nem sikerül megjátszani. Kis! Hátulról egyszerelés, mehet tovább a játék. Pesti és Kupai harcát utóbbi nyeri. Erdei pedig már Szőkét indítja. Övé lehet. Bravúrosan előzi meg őt Kozák, és gyorsabb is, mint Szőke Róbert. Könnyedén megverte. Körbe szaladta. Ezt nem teszi bele Szőke abba a videóba, ami beladná magát. Remek labda! Pesti. Hasba verte Oroszt. Két generáció találkozása. Kis ilyen a gyereke lehetne pesti karcagi játékosnak. 97-es születésű az ifjú csatár. Csak egy meccset hagyott ki eltiltás miatt. Tavaly az összes találkozón pályára lépett a felnőttek közt, akkor 14 gólnál állt meg. Most már 16-ot jegyzett. 8-at ősszel, 8-at tavasszal.
Ebből is látszik, hogy képes tartósan jó teljesítményt nyújtani. Szőke, mintha meghúzná magát. Orosz István nagyon mérges. Kicsit le vagyunk most maradva. Pesti pedig beadhat. Kormos Barnabás játékvezető átnéz a hosszúra. Nem volt még a labda. Pesti eladja azonban, és indulat egy karcagi támadás. Indulatna. Ha becsúszva nem állítanák meg Erdeit, így legalább van lehetőség fölzárkózni. Csak sérüléssel küzdő Szőke elől. Belőle most nem nézek ki egy nagy sprintet. Egyelőre próbálgatja a lábát Szőke. Szívós, apró szabálytalanság. Szőkével nem vagyunk megelégedve. Hátulról kapja az utasításokat. Hosszú indítás. Német szépen, azonban csak kishez. A lövő pozíciót kereste, nem találta meg, aztán a lekészítés sem jó. Kocsis szépen hozza ki, jól játsza meg Erdeit is, aztán Szívós Gergő. Bukowski megy, nem vesszük észre, csak most. Kozák vissza. Német pedig parádésan tartja meg. Ezt tetszik a kisújjai kispadnak és szurkolóknak is. Nem játszik rosszul a hazai együttes. Kocsis pedig ahogy kell, úgy érkezik, még a szabályosság keretein belül. A gócs jön majd kirúgással. Idegenben nem vagyunk rosszak egyébként. Tavasszal csak egyszer kaptunk ki. Mondjuk pont legutóbb Jászárok szálláson 1-0-ra. 3 győzelmünk és 2 döntetlenünk van mellette vendégségben. De egyébként is 6-szor nyertünk olyankor, amikor nem mi voltunk a pályaválasztók. Csak János Idán Szajolban, Tiszaföldváron, valamint Jászárok szálláson maradtunk pont nélkül. Jó lenne ma is nyerni. Német, ennek a luftok, többen is napban néztek. Az első játék részben a kulcsot nehezíti a napsütés, az ő szemébe süt, ez majd akár a másodikban még a mi előnyünkre válhat. Bukowski menne, ütköznek lánggal. Határozottan jött a rutinos sportás. Bukowski pedig mutatja, hogy meg kéne álljon a játék. Kis Attila játékvezető pedig most jön ki, és szól a kisújszállási kispadnak, Farkas Tamásnak. Nem lenne jó, hogyha Bukowskinak le kellene jönni a pályáról, viszont nem fest túl jól Bukó. Lánggal ütköztek ártatlan szituációban. Szabó Zsolt masször jön megnézni, hogy mi újság vele, és hogy vajon tudja majd folytatni a játékot Bukowski. Nincsen rossz formában Dani, ezért az ő gyorsaságára lehetne építeni. Tíz góljával a második legeredményesebb karcagi játékos, de hogyha Balogh Józsefet kivesszük, aki már nincs a karcagi se kötelékében, legalábbis ami a felnőtt csapatot illeti, akkor bizony vé a legtöbb gól. Baba a bajnokságban 12-t rúgott, de ebből 9-et ősszel, tavasszal neki nem jött ki a lépés. Az ifiben azért még parádézik néha napján. Játékvezetői labdával folytatódik majd a találkozó. Kis Attila ott hagyja. Kovács Máté pedig Kozákkal egy összjáték után
már építgetheti a hazai támadást. Pinter teszi tovább. Német vissza Pinternek. Kelemen. Ez sok lesz. Agócs jöhet kirúgással. Kelemen is annak ellenére, hogy igen, csak hátul játszik. Azért csak összerúgdosott magának 10 gólt. Mondjuk ő inkább ősszel volt aktív. Vissza Pinterhez. Nála biztonságban van a labda, a legtöbbet megélt kisújszállási játékos, a vezetőedző. 7 mérkőzésen a legmagasabb osztályban is pályára lépett. A Kaposvár színeiben volt NB1-es labdarúgó. 4-szer kezdett, 3-szor pedig csereként játszott az első osztályban. 2008 és 10 között Bruckner László csapatának a játékosa volt. Többek között a magyar válogatott Nemanja Nikolicsal is egy csapatban szerepelt a kisújszállási Pintér. Könnyen lehet, hogy most is ő érkezik majd elvégezni a szabadrugást. De aztán megáll egy 45 méterre a kaputól. Kelemen és Pesti is lőni. Alig, hanem ők ketten zsírozzák le egymást között, hogy ki legyen a szansz. Gyorsan telik a mérkőzés, már a fél idő felénél járunk, 0-0 az állás. A kisújszállás kezdett igencsak jól, Agócsnak több ízben is védenie kellett, nem egyszer bravúrral. Így 0-0, Kelemen! Nem rossz! Megrezdül a háló, de csak fölülről. Ez sem sokkal került el a karcagi kaput. Nekünk nem volt még helyzetünk. Egyelőre tétlenkedünk. Szőke. Erdei. Még mindig ő, és aztán Szőke áll meg. Oda így a helyzet. Tavaly Nagy Roland talált be. A 30. fordulóban itt kisújszálláson az volt a csapatunk 100. gólja a szezonban. Meg is álltunk aztán ennyinél. Hát ez a bajnokság nem ilyen termékeny. 58 gólunk van. De ez talán nem csoda a gólzsákok eligazolása miatt. Kis Attila, Pesti, nagy zicser! Hova lövi? Nagyon nagy szansz. A legnagyobb eddigi kidolgozott helyzet. Ez nem átlövés. Ez most már ajtóablak. Hát aki látja a meccset, nem biztos, hogy meg tudja mondani, hogy melyik csapat az 5. és melyik a 15. A játék képe alapján bizonyosan nincsen 10 helyen a két csapat közt. Kis, fönnakadt Kupain. Szők elől el, Szívó szedi össze mellel. Ugovszki már hozzánk közelebb eső oldalon. Alig, ha nem le fogja őt cserélni Orosz István. Kivált kép, hogy hamar már a vonal mellett toporog. Varga. Kocsi is. Német. Előre, mintha föl se nézett volna. Pontatlan indítás. Kazák pedig nem engedi ki. Így nem tudunk cserélni. Sportszerűen Kozák kirúgja, így tudunk cserélni. Szőke fogja visszaadni, Bukowski pedig lejön.
nem gondoltuk volna, amikor belement abba az indításba, hogy ez lesz az utolsó jelenete Bukovszkinak, és nem lenne jó, hogyha őt elvesztenénk a szezon hajrára, az utolsó meccsre, amit majd Tiszaföldvárral vívunk otthon. Hamar a helyén. Kelemen. Erdei. Ez keményen lépett oda. Pont a karcagi B közép előtt. Szerintünk semmi nem volt. Pádár azért kapott egyet. Keményen oda lépett Erdei Tibor. Pádár is még csak 16 éves játékos, a legfiatalabb a kisúj keretben. 2013 óta focizik. Nagy tehetség. Német. Akár lőni is lehet lassan. Kelemen borul föl, újabb szabadrugáshoz jut a kis újszállás. Ez sincs közel a kapuhoz. De látva az eddigi vállalkozó szellemet, ezt is bátran kapura lehet tenni. Megint Pesti és megint Kelemen. Az előbb utóbbi lőtt, nem sokkal tévesztette el a célt. Most is ő igazította meg utoljára a labdát, hogyha ez mond valamit, akkor ő fogja elvégezni. Agúcs négy tagú sorfalat állít. Ez is fölé megy. Ebben most nem volt annyi veszély, mint az elsőben, ez tisztán látszott, hogy nem fog kaput találni. De sorozatban jönnek a lövések a karcagi kapura. Pesti. Német. Jó meglátás. Azért Hudunak igen nagyot kell futni, hogy elérje. Megcsípi. Jöhet majd a bedobás. Megkapja Pádár. Hudu önzetlenül oda dobja neki, ő pedig így már tud középen helyezkedni. Pesti kapja azonban a labdát. Balog. A fehérek jöhetnek, ezt mutatja a játékvezető. Erdei sem érti tisztán a dolgot. A játékvezető lelke rajta. Ha ő így látta, akkor ez van. Kis. Agúcs, tapad a kezéhez a labda. Azért ma bőven oda mutat a kritikusoknak. Németé lesz majd az első lap a meccsem. Mondom én, a játékvezető nem így gondolja. Csak szóban nem fedi meg a fiatal labdarúgót. Az lett volna a harmadik sárgája. A kenderesi nevelés egyébként német játszott Hódmezővásárhelyen is, mielőtt 2013-ban karcagra került. Nem vérbeli karcagiként tehát. Kis újszállás játékosa.
Pisti rúgja oda Kocsisnak. Szívós. Ez most egy jó oldalváltás. Kupai. Nem jön a beadás. Ez a megoldás pedig talán fejbe se állt össze, hogy mi akart lenni. Fél óra játék után marad a 0-0. Német. Németből három is van a pályán. Oda kell figyeljünk rájuk. Orosz. Ha meg őt is ide veszük, akkor a komplett nemzetek találkozója. Kupai. Erdei. Most a lövés nem is rossz. Lángvéd nagyot. Kapaszkodnia kellett a kapusnak. Nem egy kifejezetten magas hálóörről van szó, lehet meg is ütötte magát picit a kapufába. Óriási tornászott azonban, hogy ki tudja ütni a bal felső elől. Remek kísérlet volt, hamar már. Szőke nem tud fejelni, így pedig kirúgás lesz. Hát megvolt a lehetőség ott a tömegben. Nem is tudom, hogy Szőke mivel továbbította, azt mutatja átra felé, hogy a mellkasával. Azért nem volt benne erő. Most már a karszakiak is föl tudnak mutatni kapura lövést, helyzetet. Még ha mennyiségben továbbra is a kisújszállásiak vezetnek ezen a téren. Szőke. Nem néz föl. El is szórja. Kelemen. Erdei mellett jó a csel. Ez már nem volt sikeres. Kupai top 6. Szívós. Ő is megsújítja messziről. Ez már közel se volt olyan jó, mint az előző. Sőt, ez rossz volt, nagyon mellé ment. Még a labdafogó háló sem fogta meg ezt a lövést. Ez az utolsó hazai meccse a szezonban a kisújszállásnak. 4 győzelem mellett, 5 döntetlen és 5 vereség a csapat neve mellett a Porcsalmi Lajos sporttelepen. Volt már ennél fényesebb szezonja a kisújnak, és hát bíznak benne, hogy lesz is. Kozák. Előnyszabály. Kelemen. Nem tudja kitenni a bal oldalra, elveszítik a labdát. Mert tovább a játék, azt mutatja a játékvezető, páran megálltak középen, rugott ott mindenki mindenkit. Pesti most. Agócs, talán az eddigi legkönnyebb védése volt ez. Kocsis. Elcsúszik a talpa alatt. Felelőtlenség, oda kell állni keményen. Így ott tartjuk a kisújszállást a kapu előtt. Pesti, megvan a csel. Agúcs pedig nagyon messze kilép a kapujából. Kifelé lesz majd szabadrugás. Jól láttam, akkor Kis Attila volt, aki kicsit vehemensebben érkezett és találta el a karcegi kapust. Nincsen belőle sérülés. Egyet már kényszerűségből cseréltünk. Nincs Belényesi,
ifjú portás Fekete László a kispadon kapus alternatívaként. Azért egy ilyen mozgalmas mérkőzésen nem biztos, hogy jó lenne őt bedobni a mély vízbe. Szőke jön, és dob. Ott hagyja Kocsisnak. Orosz. Kis új dobás lesz. Angócs megváltásként várja a hármas sípszót, és hogy végre a napnak háttal védhessen. Hiba nélkül eddig. Hamar megelőzik őt. Nyugodtan lehet fordulni. Német Szilvész gyors. Kocsis azonban keresztez. A túlerővel szemben nem tudott mit kezdeni Német. Pázár megnyerje a fejpárbajt. Karszagi bedobás. Ismét Kupai végzi el. Kezdeti nagyobb kis újromok után a mezőnyben állandósul a játék. És így egymás hibáiból élnek a csapatok. Kis. Jó beadás. Német fejeli el ezeket a kipattanókat, azonban rendre. A fehérmezesek gyűjtik össze. Kovács. Ballal nem fog lőni. Német, még egyel tovább, Pádár Nándor, leellett finom átadás, Pesti, megvan a gól! 1-0-ra vezet a kisújszállás a mérkőzés 38. percében. Ezt már nem rontották el. Kulcsmomentum volt Pádár Nándor, leellett finom átadása, parád és körömpassz. Pesti pedig annak rendje és módja szerint egy zicsert már elrontott, ezt viszont kegyetlenül beverte a léc alá. 1-0-ra vezetnek a hazaiak, és nem mondhatjuk azt, hogy nem érett. A játék képét tekintve teljesen megérdemelten 1-0-ra vezet a Karcag ellen a kunsági rangadón a kiesés elől menekülő kis újszállás. Szívós. Itt esélyesen volt a Gócsnak. Ez úgy oda letrugva, hogy kell. És megvan a 17. találata Pesti Zoltánnak a szezonban. Orosz. Erdei nem éri el. Ebben pedig volt fantázia. Láng jöhet kirúgással. Októberben volt az első meccse. A tavalyi búcsú után Kunhegyesen és Örményesen is védett korábban a negyedik X-hez közelítő kapus. Nem tudni, hogy most már végérvényesen elszakad-e majd a focitól. Kis szabálytalanság után lesz kifelé rúgás. Orosz magyaráz a játékvezetőnek. Német. Pádár. Nyújtott lábbal. Aztán pedig ő marad lent. Német,
Előnyszabályt int a játékvezető német, megcsinálja egy cselt, aztán rálép a labdára. Kocsis, hogyha eddig nem álltak meg a kisújszállásiak, most vajon megállnak-e a karcagiak? Így kénytelenek lesznek, ugyanis Kis Attila sípszavával lehet ápolni majd Pádár Nándort. Erdeinek magyaráz Kis Attila. A belső combját fájlalja Pádár. Hát aki ilyen gólpasszokat tud kiosztani, az bizony érzékeny veszteség lenne a kisújszállásnak. Visszaadják, annak tökéletes módosítása, beadod a szögletzátlon, minél messzebb, minél később kerüljön a karcagiakhoz. Már a fél idő végénél járunk, itt a helyi műszer szerint a 41. percben. Német labdája nem jó Kocsisnak, nem játszunk jól, kapkodunk, pontatlanok vagyunk. Nehéz helyzetben a csapat. Még akár lehet, hogy hatodikok leszünk. Az is benne van. Orosz István egyébként azt mondta a szezon előtt, hogy azért ha ötbe kerülne ez az átalakult karcagi együttes, azért az már bravúr lenne. Csak hát evés közben megjött az étvágy a szurkolóknál. És sokáig ott álltunk, hogy bizony akár kis szerencsével még bajnoki címet is el lehet csípni. És az a furcsa ebben a bajnokságban, hogy szinte rekord kevés pont kell ahhoz, hogy valaki első legyen. Nincs kimagasló csapat. Bárki képes megverni bárkit. Adódik a kérdés persze, hogy ez most azért van, mert erősödött a bajnokság. Vagy éppenséggel azért, mert minden csapat gyengült. Nem szeretnénk állást foglalni, de lehet, hogy valahol félúton van a megoldás. Az bizonyos, hogy talán a színvonal egy kicsit csökkent. Német Tamás próbálkozott egy lövéssel. Ez nem emelte meg a gúcs púzusát a gólvonalon. Voltak ápolások, volt kényszerű csere, úgyhogy könnyen lehet, hogy némi ráadással kell majd számoljunk az első fél időben is. Kis Attila jelzésére várhatnak majd a csapatok. Újfent elszórjuk a labdát, gyengén játszunk és pontatlanul. Fejben nem vagyunk ott, sajnos lassúak is vagyunk. Nem jönnek azok a kiugratások, amiket megszokhattunk. Ezen jutunk be a védők mögé. Igen, mélyen is van a hátsó fal a kisújszállásnak. Most ebből a bedobásból talán megszűnünk egy helyzetet. Kocsis dob. Nem végezte el gyorsan, szívósra így kiváltanak. Hamar. Kocsis, jöhet a beadás, még egy csel, és szabadrugás. Ezek szerint még a vonalon kívül bőven. Jól csinálták meg kicsiben Hamarral. Szinte az alapvonalról Varga Zoltán végezhet majd el szabadrugást. Könnyen lehet, hogy az első fél idő utolsó helyzete következik. Nagy az aggodalom a 16-oson belül. Csak Kupai és Orosz, akik nem mentek föl, az összes többi mezőnyjátékos
Bizony ott csoportosul a kisújji kapu előterében. Varga végzi majd el. Bele a falba. Ebbe sokkal több volt. Nem tudom, mi volt a szándék, lehet, hogy kapura szerette volna tenni. Gyorsan dobni kellene. Hamar. Elpattant tőle. Nem megy ki. És még mindig nem. Kocsis dobhat. Legalábbis dobhatna. Kis Attila azonban úgy dönt, hogy ennyi elég volt az első fél időre. Pesti bomba góljával 1-0-ra vezet a kisújszállás. A kunsági El Clasicón Karcag ellen. Teljesen megérdemelten vezet a kisúj. Pontatlanul játszunk, és nem látszódik az a lelkesedés a karcagiakon, amit egy kisúj elleni derbin kellene, hogy látszódjon. Agúcs nagyon sokat védett, távoli lövésekkel és kidolgozott szituációkkal is kísérleteztek a kisújjak, de csak a 38. percben sikerült feltörni a reteszt Pádár állompassza után Pesti ballal. A léc alá bombázott, nekünk egy nagy helyzetünk volt, Erdei távoli lövését azonban védte Láng. Ha szeretnénk pontot szerezni, akkor bizony össze kell kapni magunkat a második fél időre, mert ez így kevés lesz. A játékosok bevonulnak az öltözőbe, kedves nézők is pihenjenek egyet, aztán tartsanak velünk a folytatásra.